éppen zajlik a futball világbajnokság Katarban, mennyire követitek az eseményeket? Hát én általában, ha hazaérek mondjuk edzésre, így délutánonként bekapcsolom ugye a tévét, hogy legyen valami háttérzaj mondjuk főzés közben, vagy amit éppen otthon csinálok, és ugye mivel most megy a foci VB, általában mindig oda kapcsolok. Igazából nem nagyon érdekel, hogy ki játszik éppen, de bekapcsolom ugye, mert tudom, hogy megy a VB, és akkor ugye szándékosan arra a csatornára kapcsolok, de így nagyon nem szoktam leülni a kanapéra, hogy na, akkor most megnézem ezt a mérkőzést, hanem ami éppen megy, abba belenézek, oda nézek, és akkor így szoktam nézni az ilyen foci világbajnokságokat, vagy ha mondjuk esetleg EB van, azt is azért így szoktam tudni, hogy ki kivel, vagy hogy ki nyeri, vagy ki hova jut. Úgyhogy így fogjuk rá, hogy nagyjából követem. Most én is belecsöppentem a foci világába, annyira nem szoktam nézni, viszont a párom az most nézi is nagyjából a követés, hiszen hát megy a fogadás nagyba rá, úgyhogy igen, most követjük így a világbajnokságot, úgyhogy jöttek is most a sorba a nyeremények, hál' Istennek. Igen, úgyhogy követjük most így a VB-t. Van olyan csapat, aki jó benyomást tett rád a világbajnokságon eddig? Igen, a japánoknak nagyon szurkoltam, főleg a spanyolok elleni mérkőzésen. Nagyon, nagyon kis aranyosok voltak, és nagyon örültem, mikor nyertek a spanyolok ellen 2-1-re. Nagyon felelevenedett bennem az az érzés, amikor mi is tovább jutottunk ugye a VB-n. Szinte ugyanaz az érzés kapott el, és annyira kis cukik voltak, mikor örültek ott a meccs végén, szinte tényleg ugyanaz az érzés átjárt engem is, amikor tovább jutottunk innen a világbajnokságon, úgyhogy nagyon, nagyon örültem nekik, hogy tovább jutottak. Ugye mondtad, hogy te csak igazából háttértelevíziózással nézted a VB-t, de van azért olyan csapat, aki szimpatikus, vagy aki valamiért szurkol? Nem mondanám, hogy így lenne egy kimondott csapat, akinek szurkolok, hogy akkor most nyerjék meg a VB-t, de például azt tudom, hogy a portugál foci az nagyon jó, ugye ott játszik ugye Cristiano Ronaldo is, aki azért nagyon jó, és őt például szoktam azért így nyomon követni. De például ami így nekem így emlékezetes volt, az amikor ugye most Marokkó, ha jól emlékszem, 11-esekkel jutott tovább. Azt is így például háttérből néztem, de amikor hosszabbítás volt, az se annyira érdekel, de amikor jöttek a 11-esek, na akkor ott letettem mindent, és na mondom, akkor ezt most tényleg megnézem. És az tényleg meglepő volt, hogy ott 11-esekkel elvelték, ha jól emlékszem, ugye a spanyolokat, és úgy jutottak tovább. Na akkor erre kapcsoljuk rá a negyed döntőkre, hogy az lesz az utolsó meccs, majd a VB meglepetés csapat, a Marokkó fog játszani éppen Portugáliával. Ugye a portugálok egy nagyon meggyőző győzelemmel jutottak a negyed döntőbe, 6-1-re nyertek Svájc ellen. Szerinted a marokkóiak tovább folytathatják ezt a menetelést, vagy azért a portugálok itt meg egy palacsolnak nekik a nyolc között? Hát azért nem hinném, hogy nem most, mondom még egyszer, nem vagyok egy foci rajongó, és nem is nagyon tudom ezeket, de így visszagondolva nem hiszem, hogy azért egy Marokkó el tudná verni Portugáliát, de hát aztán ki tudja, bármi előfordulhat a mai világban. Meg kell tenni a Marokkót. Úgyhogy szerintem nem, de aztán ki tudja, mit hoz az a mérkőzés. Nem kéne, aztán lehet egy lövésből egy gól. Azt kész. Megrizikózzátok otthon a marokkói győzelmet? Lehetséges. Nálunk mindig ez megy. Nem tudom. Ki tudja. És ez ugye a negyed döntők majd pénteken kezdődnek egy Horvátország-Brazília találkozóval. Ott mire tippeltek? A brazilok nagyon látványos futballt játszottak legutóbb Dél-Koreára. Hát megmondom őszintén, ilyen háttér foci nézéssel egy brazil mérkőzésbe sem sikerült belenéznem, úgyhogy nem tudok nyilatkozni. Néztem brazil meccset, nagyon mennek, de tényleg nem nézek sok focit, nagyon jók elméletileg a brazilok. Hát a horvátok is, horvátok azok jók, abba sikerült belenéznem valamelyikbe. Hát akkor...
Én a horvátokra tippelnék. Hát, akkor fogadjam. Nem tudom, hát én a brazilokra. Fogadtak is valamiben? Hát... Majd ezt meglátjuk. Majd otthon leboxoljuk. Ugye azért pikáns ez az ág, mert a másik negyed döntőben pedig Hollandia fog játszani Argentinával, és hát ugye összevetne hát egy Brazília-Argentina erődöntő, amit szerintem nagyon sokan szeretnének. Hogy látjátok, az Argentinak megsikerült, Messiek megsikerül a hollandokon túljutni? Így, hogy szerintem Argentinának van egy Messie, aki azért egy elég jó futbolista, szerintem Argentina fog tovább jutni. Én ezt tippelném, ugyanúgy, mint az előzőnél a brazilok ellen. Hát én ott, nem tudom, néztem egy holland USA meccs, igen. Is volt. Igen, az is volt. Igen, ott végig támadott az USA, de tényleg végig, és lőttek két, a három-egy lett? Három-egy lett, azt hiszem. Három olyan gólt, elmentek gól, szóval a hollandok végig, tehát hogy végig védekeztek nagyjából, és tehát, hogy ők is tudnak meglepetést okozni, pedig az USA szerintem egy sokkal jobb csapat volt, és mégis kiestek, tehát hogy ők is tudnak meglepetést okozni, úgyhogy lehet, hogy nem biztos, hogy az Argentin tovább jut, ki tudja. Na, és hát szerintem a negyed döntőkben a legjobban vert párharc az Anglia, Franciaország lesz, és hát talán nagyon nehéz is megtippelni, hogy melyik csapat fog bejutni az elődöntőbe, szerintetek? Na hát ez így. Egyik csapat sem a kedvencem már, mint hogy... Egy nagy meccset se láttam. Hát igen, én is láttam most egy angol meg francia meccset se, de igazából nem tudom így, hogy kire tippelnék. Szerintetek lehet ott a végén egy büntető párbaj? Hát ahogy elnéztem az előbbi, vagy a korábbi mérkőzéseket, szerintem simán. És ott ugye szerintem egy büntető párbaj már 50-50%. Kinek éppen milyen napja van. Fú, ez de rossz lehet.